helyezkedjünk el a gyerekekkel. Tökéletes így, ahogy van, ezt az egyik kis asztalt majd kifordítom, megoldom. Köszönöm. Jó, jó. Egy, két perc. Nagy szeretettel fogadtuk a meghívásotokat, és nagyon köszönöm, hogy eljöttünk ide hozzátok. Kornél meg én. Engem kis Ildikónak hívnak, Ildikónak lehet majd szólítani. Van-e köztetek ismerős, aki jár esetleg a könyvtárba? Higgyen ketten talán. Azért jöttem el ma hozzátok, hogy egy kicsit beszélgessünk a könyvtárról, a könyvekről. Hoztam nektek abból a dobozból egy klassz mesét. Hoztam egy kis ajándékot, játékot, és a végére a foglalkozásnak jó sok könyvet, amit meg is nézegethettek. Jó lesz így? Igen! Igen. Hát akkor köszönöm a türelmeteket, hogy ilyen csendben, figyelemmel vártatok, és akkor én ki is nyitom azt a dobozot az asztal közepén, és azt fogom kérni tőletek, hogy amikor kinyitom, akkor mindenki helyezkedjen úgy el, hogy lássa, ami a dobozban van. Jó? Úgyhogy nem muszáj így megmaradni ennek a félkörnek. Egy kicsit tép szerintem menjünk oda középre. Jó? Kicsit nem szeretem magad, nem nagyon tudom. A kisebbet tegyenek el. Figyelj! Mindenki fogja látni, de a meséhez csendben, ugye? Igen. Nagyon remélem, hogy fogtok figyelni ügyesen, és aztán lesz nekem kérdéseim. De szerintem ti vagytok olyan nagyon ügyesek, hogy ki tudjátok találni, hogy ki lesz ennek a mesének a főszereplője. Annyit árulok el, hogy ez egy mesebeli figura, itt van a teremben. Egész közelünk hozzám, van egy hosszú bajsza, füle. Ez a mese, aminek az a címe, hogy első nap a könyvtárban, Kornélnak fog szólni. Van valakinek otthon cicája? Akkor szeretnék a cicát. Nekem van egy kis macskát, de abba elhívtam. Nekem van egy kis macskát. Mindenki szereti a cicákat, akkor elkezdem a dobozból a mesét, jó? Jó! Első nap a könyvtárban. Élt egy macska, cérnalábú, nagyon huncut, édes szájú, neve Kornél. Ugye szép? Róla mondok egy mesét. Apja, ami a szemetfénye, megszületett 3 éve. Bejutottál óvodába, másnap pedig a könyvtárba. Hogy is történt mindez véle? Járjunk együtt a végére. Az oviban alig evett, nem is aludt. El is esett. Megérkezett hamar apu, hívogatta cica anyu, Kornél szaladt ki a kapun, kit érdekelt már a dolog, feltattant a kerékpárra, gyorsan tekert a két lábát, megérkezett nem sokára a híres, neves könyvtár. De hatalmas ez a nagy ház, édesanyja így magyaráz, csendben legyél kicsi Kornél, könyvtár ez itt, nem játszótér. A földszinten nénik hűnek, Kornél már is kérdi őket. Hol a mese, hol a játék, és a sok könyv ugye várnék? Nyíl mutatja nekik már, merre van a gyerekkönyvtár. Elindul szépen, csendben, Kornél szinte meg is szebben. Ott van egy ló, nincsen hozzá még hasonló, kék a színe, majdnem lila, igazi a paripa. A pult mögött ketten ülnek, mosolyognak, ráköszönnek. Szervusz Kornél, jó, hogy jöttél, örülünk, hogy megérkeztél. Kedves
Lukas nénik fogadják őt. Köszönj ő is, mindegy fel. Könyvtár tagjá hogyan válhat? Könyvtárosok adnak választ. Először is kell egy szülő, adatlapot kitöltsön ő. Olvasójegy használata jó, ha tudja apa anya, kötelező, nagyon fontos. Abban van az időpontot, hogyha kevés ennyi idő, hosszabbítást kérhet szülőt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gazdagodik otthon a polc. 8 szép könyvet vihetsz haza, ha elbírja apa. Könyvből van itt tímos, kutyás, bolygós, repcsis, sőt még kukás. Szépségesek, érdekesek, ülj le bátran, megnézheted. Van fekete, sárga, csíkos, pöttyös, foltos, igen torkos. Szerafin a lovunk neve, egy meséből került ide. Simogasd meg, ezt szereti, fotózhatod, megengedi. Most már tudod, ne hiabálj, ne szaladgálj, lóra ne ülj, és ne fülkálj. A könyvekre vigyázz te is, hadd olvassa el még más is. Ha levetted, tedd asztalra, csak a polcra ne rakd vissza. Kornél indul válogat, nagy dolog ez, ha így halad, könyv is lesz. Köszönnek, hazamennek, egész úton beszélgetnek. Mikor megyünk újra, anya? Ügyes voltál? Ügye, ugye, apa? Megdicsérik, szeretgetik, a két szülő büszkélkedik. Este lett már, Kornél ágyban. Könyvet olvas, el is fáradt. Holnap újra előveszi, ovi után nézegeti. Álma szép lesz, mesés, csodás, nem baba már, nagyobbodás. Könyvtárba jár, beiktatták. A könyvtárba jár, beiratták, a gőbe is beiktatták. Holnap reggel elmeséli, hadd örüljön Ovó néni is. Itt a mese vége. Lesz nekem kérdéseim. Kiderül, hogy mennyire ügyesen figyeltetek. Nagyon-nagyon sok minden elhangzott ebben a mesében a könyvtárról. Remélem, hogy sok mindent megjegyeztetek, és közösen meg tudjuk ezt beszélni. Azt mondtátok itt az elején, amikor kérdeztem, hogy voltatok már néhányan a könyvtárban. Akkor segítsenek nekem azok a gyerekek, akik már voltak, hogy mondjuk el a többieknek, hogy hol van az a könyvtár? Hol találjuk meg? Hol? Nem a Csaba Centerbe. Ha a Csaba Gyöngyébe eszedbe... Csaba Gyöngyébe, Békés Csabán mindenki tudja. De a Csaba Gyöngyét tudjátok, akkor most már azt is fogjátok tudni, hogy a könyvtár ott van a Csaba Gyöngyé mögött. Igen. Nem benne a Csaba Gyöngyé épületébe, hanem mögötte. Igen. És hogyha ügyesen figyeltetek a mesére, akkor vissza tudtok arra emlékezni, hogy ha bejöttök a könyvtárnak az épületébe, akkor hova kell fölmenni, hogy a gyerek könyvtárat megtalálják? Az emeletre! Nagyon ügyes emlékezetek, csak egy forduló, fent folyosó. Így van, fönt az emeleten. És hogyha a képet is felidézitek magatokba, akkor mi van ott az ajtónál? Egy kék ló! Van benne kék ló, na gyűjtsük össze, induljunk innen. A kék lónak mi a neve? Szerafin. Mondjuk ki egy? Szerafin. Szerafin. Na még egyszer. Szerafin. És ha már Szerafinnál tartunk, akkor képzeljétek el, hogy ő egy igazi meseszereplő. Lázár Ervinnek a négyszögletű kerekerdő
című meseregénynek az egyik szereplője, egy csodalom. Kis hát akkor nagyon ügyes vagy. Van benne papukis. Igen. Olyan papujáték, aki... Papujátékok? Van benne Nyuszi Aromó, meg Mikka Maszka, meg Nagyzoár. Szuper, nagyon jó. Igen, akkor megbeszéltük, hogy van egy lovacskán. Képzeljétek el, aki már látta, miből van az a lovacska? Segítsen! Fából! Van benne fagerenda, igen, de igazából az, a többi anyag az micsoda? Műanyag! Papír, képzeljétek el, papírból van. Kívül pedig van egy textil borítás rajta, és azért nem lehet ráülni, mert nagyon könnyen összetörik. Úgyhogy, ha majd eljöttök, akkor tudjátok, hogy rájönni nem szabad, csak megsimogatni, megölelgetni, megkísérni, megetetni. Jó, papírból van, nem lehet rájönni. Ezt jól van egyébkétek. Aztán, akkor tudjuk már, hogy ott vagyunk az első emeleten, van egy lovacskánk, és mi van még? Könyvek. Könyvek. Persze. Ti milyen könyvet szeretek olvasgatni, nézegetni? Mesekönyvek. Mesekönyvek. Mi a kedvenc most nálatok? Soroljátok. A hercegnős. 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 Lovacskás, a fiúknak biztos a dínos, az autós, a vonatos, a katonás. Mindenféle szóval a tanítványnak. De nézzétek csak, hogy van itt a kezemben. Elmondtátok, hogy milyen sokféle könyvet szerettek nézegetni. Esetleg van, aki már ismeri a betűket, tud olvasgatni néhány betűt össze. Nézzétek csak, mi van itt az asztalon. Ami a mesében úgy szerepelt, hogy nagyon fontos, enélkül nem lehet könyvtárba járni. Az van ráírva mind a kettőre, hogy olvasójegy. Ez baba olvasójegy, ezt a nálatoknál kisebb gyerekeknek adjuk, ezt a sárga. Az ilyen nagyoknak, mert még már ti vagytok, ilyen szép fehéret adunk. Az olvasójegy az arra szolgál, hogy amikor bejöttök a könyvtárba, rá szoktuk írni a neveteket, és ebben van a... Ki emlékszik a mesében? Ebben van az... Időpontok. Nagyon ügyesek vagytok. Amíg a könyv elvihető, így szerepelt a mesében. Igen. Mert hát az még nem belőli. Fordítva indítottuk a beszélgetést, a lótól kezdtük, de azt kellett volna elkezdeni, hogy mire szolgál a könyvtár, mit csinál a könyvekkel? Vigyáz a könyvekkel! Hát vigyáz is, de ez a kislány mondja, hogy el lehet vinni a könyveket. Ki kölcsönözhetitek a könyvtárból a könyveket, kölcsön adjuk nektek, nem örökbe, hanem mit kell utána csinálni, ha visszavinni. Nagyon ügyesek vagyok, így van. És akkor lehet megyünk másokat venni. Visszavinni. Bizonyán. És ha már itt tartunk az olvasóknál, megjegyeztétek-e azt, hogy kivel lehet beiratkozni a könyvtárba? Kivel kell lenni? A szüleinkkel! Van, bizonyán. Apával vagy anyával tudtok beiratkozni. Hát ők nem tudnak téged beiratni, de el lehet velük jönni, amikor már be van iratkozva. Jó, úgyhogy ezt ha megmondjátok otthon, akkor valamelyik szülővel lehet beiratkozni. Kitaláljátok-e azt, hogy melyik napon nincsen nyitva a könyvtár? Szombaton! Pénteken! Csikos, forros fiatal. Kis óvodás, nagy óvodás, mondja ügyesen. Csak vasárnap, Boti. Hogy csak vasárnap nincs nyitva a könyvtár, képzeljétek el. És este 6 óráig várjuk a gyerekeket. Betűnjével, ő az én kolléganőm. Este 6 óráig. Tudom, hogy ti messze vagytok, a központtól nehézkes bejutni, de esetleg, ha valaki hétvégén felkerekedik, akkor ott vagyunk szombaton is 2 órától este 6-ig. A könyvtárban. A Csaba gyönyörűk van. Bizonyán. Akkor most mindenki emelje fel a kicsi kezét. És mutasson az ujjacskáival annyit, ami a mesében szerepel, hogy egyszerre hány könyvet vihettek haza. Már nézem, mutasd. Nem most csak mutasd az ujjatnak. Van, akinek ügyes a megoldás. Nagyon ügyes.
Bókika is. Na nézzétek, csak itt a jó megoldás. Ennyit mutassatok ti is. Most csukjunk be annyit, hogy csak az maradjon a kezünkben, amennyit kormjanik haza. Mindenkinél ennyi maradjon. Ez mennyi? Három. Így van. Én is azt javaslom majd nektek, hogyha kölcsönözni fogtok tőlünk a könyvtárból, akkor egyszerre három könyvet vigyetek haza, mert annyit tudtok körülbelül egy hónap kölcsönzési idő alatt átnézni. Bizonyán. Még a 16-os. Így van, igen. Azt szeretném még közben megkérdezni, hogy szerepelt még a mesében olyasmi, hogy pöttyösök, meg csíkosok, meg torkosok. Kik voltak azok? Halak. Képzeljétek el, van egy akváriumon is. Bizonyán most születtek pici halakták éppen. Azt is meg lehet nézni. Én már valakinek mentem, és láttam halakták is. Nagyon jó. Na most arra vagyok kíváncsi, hogyha mi tudtok ide figyelni, hogy gyűjtsük össze azokat a dolgokat, hogy mit lehet a könyvtárban csinálni. Nem szabad hangolni. Mit lehet? Mit lehet? Nem szabad hangolni. De mit lehet? Azt nem lehet. Lehet könyvet kérdezni, aztán. Figyeljük, csak olvasni. Csak lehet. Szeretnék egy szabályt kérni tőletek. Illetve annak a szabálynak a betartása. Ő nagyon ügyesen jelentkezik. Biztos az óvodában, amikor a csoportban együtt beszélgettek, akkor is az a szabály, hogy aki szeretne valamit mondani, az ügyesen felemeli a kezét. Jó? Azt fogom szólítani, aki szépen türelmesen csendben várok. Rendben van? Akkor az volt a kérdésem, hogy gyűjtsük össze, mit lehet a könyvtárban csinálni? Valaki ügyesen azt mondta, hogy lehet könyvet kölcsönözni. Nagyon jó. Te mit szeretnél? Lehet olvasni és nézegetni. Nagyon ügyes, igen. Pontot hátul te? Lehet olvasni. Igen. Tehát meg volt. Aki kölcsönözni, akkor kell pénzt is néha adni érte. Pénzt nem kell adni érte. A könyvtárba járás ingyenes. Nem kell a kölcsönzésért fizetni az ekkora gyerekeknek, mint hivattok. 18 éves korig nem kell fizetni. Köszönöm. Még valakinek van-e ötlete arra, hogy mit lehet a könyvtárba csinálni? Mondjuk. Csöndbe kell lenni. Hát csöndbe vagyunk, persze, mert zavarnák a hangoskodással az olvasók. Nézegettük könyv, gyerekeket. Mit csinálhattok még? Meg lehet nézni. Az épületet, a könyvtárat? Igen. Azt is lehet. A könyveket. Igen. Meg meg lehet venni a könyveket. Igen, ügyes vagy. Te mit szeretnél, Bodi? Meg lehet nézni a halacskát. A halacskát. Arra gondoltam, hogy képzeljétek el, van egy csomó társas játékos. Vannak különböző foglalkozások, amik ész lehet tenni. Most éppen mandala kiállítás van, mindig történik valami náló a házban. Úgyhogy érdemes néha figyelni, hogy milyen gyerekrendezvények, programok vannak. Úgy látom, hogy most már egy kicsit mocorogtok. Hoztam nektek egy könyvet, amivel nem olvasgatni fogunk, illetve én olvasgatok belőle, pedig játszani fogtok vele. Van kedvetek is próbálni? Igen! Maradjatok így, ahogy vagytok. Folytatjuk. Ne legyen vita, jó? Tényleg ügyesen. Ismeri-e valaki ezt a könyvet? Nem ismeritek? Nagyon jó, mert akkor most ki lehet próbálni. Ha ez a címe, hogy pöttykönyv, akkor miért? Mikről szól ez a könyv? Pöttyökről. Pöttyökről. Fekete-fehér vagy színes pöttyök? Színes. Na hát akkor nagyon figyeljetek. Varázsolni fogunk. Még pedig egyet. Fölemelem. Csak maradjak felemelem, jó? Eddig csak ezt láttok. Egy darab. Sárga pöttyök. Az van ide írva, hogy nyomd meg a sárga pöttyöt és lapozz egyet. Lapozz. Mi van belőle? Kettő. Tud varázsolni ez a fű, nézzétek. Jó.
És most nyomd meg a sárga kötőt még egyszer. Jó. És lapozz egy. Mi lett belőle? Három! Ő is tud varázsolni. Nézzetek, ti egy varázsló gondol vagytok? Ugyan, most dörzsöld meg a baloldali sárga kötőt az ujjad kezével. Ezt. És akkor már nem tudom, hogy lesz. Nem tudom. És lapozz egy. Nem tudom, hogy szóval. Piros. Ez az. Most a jobb oldali kötő. Nézzétek csak. Ez dörzsölte meg. De lapoz is. Na mit tippeltek? Piros. Tökéletes. Most ötször kattints rá a sárgára. Számoljuk együtt, jó? Te vagy a... Egy. Kettő. Ez így nem fog működni. Együtt számolunk, lassan. Három, négy, öt. Na, akkor még egyszer, ügyesen. Lassan. Egy, kettő, három, négy, öt. Ne lapozz egy. Kettőt lapoztál, lókötő. Lókötő. Hány lett belőle? Hány lett belőle? Nyolc. Számoljuk meg. Egy, kettő, három, négy, öt. Hányat kattintott rá? Öt. Akkor öt lett az enyém. És ötször a pirosra. Itt volt a sor, első sor. Te is. Egy, kettő, három, négy, öt. Lapozz. Nézzétek csak. Öt. És most a kékre. Botti. Kettő, három, négy. Nagyon ügyes, lapozz, te is egyet, megállszok, látjuk, hogy mire gondolkozik. Minden! Na, akkor most nagyon ügyesek tudtok lenni, mindenki tegye a popóját. Mert olyan feladat jön, hogy nagyon ügyesnek kell lenni hozzá. Az van ideig, hogy ügyes, és most rázd meg kicsit a könyvet. Neked kell megráznod. Jó. Na nézzétek, mit rázott össze nekünk. Ah, ez sorból. Nagyon jó. Még egyszer. Egy kicsit erősebb. Na most te egy kicsit. Még is szerintem egy kicsit még vagyunk benne. Jó, nagyon jó. Na, nézzétek csak, mi lesz belőle. Ide fölemelem mindenki, láss. Most döntsd a könyvet balra, lássuk csak. Te jössz. Balra. Erre. Nem tudja. Rájátok csak, ide jövök, mindenki fogja látni. Ide jövök. És most jobbra. Ki nem volt még? Te nem voltál. Döntsd jobbra, erre. Kicsit rá is állsz. Ábel. Ábel. Na, nézzétek csak. Egy csodakönyv. Na, ha mindenki tudja, akkor nyitom ki. Nagyszerű, most rázogass meg úgy, hogy a kötyök egymás mellé sorakozzanak. Most jó? Kicsit rázd meg. Miben kell menjenek? Mi történik? Ki következik? Te következel? Sárga pöttyökre kattints rá. Itt fogok tenni. Nagyon jó. Figyeljetek. Nagyon figyeljetek. Eltűntette a többi. Hű, kattints rájuk megint. Csak a sárgákra kattints rá, úgy tedd rá a kis ujjat. Sorma, minden sárgára fordul. Figyelj! Nagyon jó. Na, figyeljetek csak, mi lesz most? Mi lesz most? Figyelj! Tökéletes, figyelj csak! Két köty helyet cserélt, megtaláltad őket? Na, ki lesz az a nagyon ügyes, aki megtalálja, hogy hol cseréltek helyet a kötyök? De jól gondolt meg a válasz. Na?
Szerinted hol van a hegycsere? A kékek a sárkával helyet cseréltem. Nem. Kinek van más ötlete? Neked? A piros a kékkel helyet cseréltem. Neked? A sárkának a piros sárkával. Segítek egy picit, figyeljetek, csak mondjuk el együtt a színeket sorba. Segítsetek. Piros, sárga, kék, piros, sárga, kék. Ez sárga? Nem. Hát milyen? Kék. Hát akkor utána milyen jön? Színes. Sárga. Akkor hol van a helycsere? Itt bizony. Ez a kettő cserélt helyen. Most mindegyik ötre jó, erősen hatítszál. Üljetek csak le. Üljön le. Imit vissza csak. Sorban. Ugyeljetek. Jaj, botondozó. Nagyon jó erősen nyomja, alig bírom tartani ezt a könyvet. Olyan erős ez a leányzó. Na mi lesz most? Csücsüljetek csak a feneketekről, hogy mindenki lássa. Az a köröm, hogy kinevetik. Megint sötét. Nem rossz. Kicsit rázd össze. Ki nem volt még egyáltalán? Ott van Bence. Gyere, 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 itt van Bence. Szivárvány. Majdnem olyan, igen. Gyönyörű, ugye? Itt van Bence. A következő feladathoz kell nekem egy nagyon ügyes gyerek. Te leszel az. Fújj rá egy nagyot, hogy a sötétség eltűnjön. Csak ő fújja. Fújd meg, az egész, fújd meg. Jaj, nagyon ügyes. Na nézzétek, csak sikerült elfújni a sötétséget. Ó, igen. Erősebben kell fújni. Csak a fele marad. Ő fogja most fújni. Fújja. Nagyon jó. Figyeljétek. Szerintem most már teljes a siker. Az van ideig, hogy talán túl erős volt. Elítsd a könyvet a talpára, hogy a pöttyök leereszkedjenek. Hát jó erős volt ez, hallod. Ereszkednek. De szép, tetszik neked is? Most csapd össze a két tenyered. Mindenki üljön le a fenekére. Csináltatok a tapsolással. Egy, kettő. Még egyszer, mert így nem fog működni a varázslat. Akkor még egyszer én számolok, ti meg tapsoltok. Kettő. Egyet. Csak egyet. Ja, igen. Adam, most háromszor kell tapsolni. Nem. Rajta. Egy. Három. Na most megkérjük Ugonét itt lapozni. Igazanyag leírva, hogy újra. Még egyszer hányszor? Három. Na rajta. Egy. Három. És az van ide írva,
Akkor most kezdjük előre? Igen! De kezdjük előre, és ez egy olyan könyv, amit visszafele is lehet játszani. Jó, de jó! Úgyhogy, ha valakinek ez megtetszett, ilyen könyvünk is van a könyvtárban, aki lehet bölcsönni. Nekem nem is, nekem is kell! Ne tudok egy körbe? És gondolkodni kell hozzá. Amikor megbeszéltük óvónénivel, hogy jövök ma ide hozzátok, azt mondta nekem, hogy a testtel foglalkoztok ezen a héten. Ebben a témakörben barangoltok. Biztos tanultatok verseket, mondókákat, énekeket, esetleg ilyen mutogatós játékot, játszottatok ujjaitokkal. És én gondolkodtam, hogy milyen játékot hozzak nektek. És kitaláltam egyet. Az lesz a játék. Bevonni hozzá a uraságot is. El fogom mondani a találós kérdést. Aki tudja a választ a találós kérdésre, jelentkezik. És nem bekiabálja a megoldást, hanem megmutatja azt a testrészt, ami szerinte a megoldás, mégpedig Kornélon. Érthető? Jelentkezik. Elmondom a kérdést, aki tudja a választ, jelentkezik. Jó? Na figyeljetek meg. Nehezebb válaszok, vagy könnyű? Könnyű. Akkor kezdjük egy közepesen nehézzel. Figyeljetek, jó? Figyelj! Picin kis házikónak két világos ablaka. Aki bekiabál, kiesik a játékból. Minden este bezárják, minden reggel kinyitják. Nem kell jelentkezni. Az az okos, az az csak nyújt. Csak jelentkezik. Gyere, gyere, ne mondd meg, gyere, gyere. Mutasd meg, hogy mire gondoltál. A zsebére? Add meg jó válasz. Testrészeket keres, kérünk. Mire gondolt? Nagyon ügyes. Így gondoltam. De gondoltam. Na jöhet a következő? Figyeljetek nagyon. Jöjjön, kicsit nehezebb, jó? Tető alul, tető felül. Ének szól a kettő között. Gondold meg. Tető alul, tető felül. Ének szól a kettő között. Na, melyik testrészünk lehet az? Honnan szól az ének szó? Általában. Onnan a szájából. Ez a tető a felső része, ez a hangsó része, és közötte jön ki a tralala az ének szó, ugye? Na, figyeljetek, 882, az a következő. Ilyen, ez csak a fiúknak van általában, de a cicáknak is van, meg a kutyusoknak is van. Eszik, iszik, mégsem hízik, akinek van, pödörheti. Na, aki tudja, az jelentkezzen. Gyere! Melyik testrésze lehet? Amit pödörni szoktak. A bassza. Mutasd meg, hogy bassza. Az bizony, igen. Van akinek az apukájának van otthon bassza? Na, éljenek a bajszos apukák. Gyorszáljuk, hogy van a bajszos. Na, figyeljetek csak. Ilyen viszont mindenkinek van. Embernek is, állatnak is. Az alakja változatos. Két kis lyuka használatos. Nem jó, mikor nagyon tele. Más dolgával ne is tele. Jelentkezőket várok. Gyere, még nem mond, csak mutasd meg. Gyere. Na, melyik testrész lehet az, amit jó, ha nem ütünk más dolgába? Az mi? Az orr, persze. És nem jó, ha nagyon tele van, mert akkor
Mi van velünk? Betegek vagyunk. Ugye? Ügyes voltak. Köszönöm. Na jöjjön egy utolsó. Az is van mindenkinek általában. Kettő. Girbe-gurba tekervényes, a zajokra nagyon kényes. Jobbról-balról hírt hoz neked, megkönnyíti az életed. Yeah.
elfogadod apukám, akkor itt a nyújt. Megfigyelitek, mindegyikből kettő van minden figurából. És akkor hoztam nektek ilyen kis szórólapocskát, amit szintén azt szeretném, hogy a szülőkhöz jusson el. Rajta van, hogy mit csinálunk, kik vagyunk, hol vagyunk elérhetők, milyen telefonszámon lehet bennünket keresni, jó? De hát anyáik nem biztos. Ők is jól tudják. Hoztam nektek a csoport szobába, van még nektek szabad felületet? Igen. Hasonló van is. Ez egy ilyen mondókás mérőke.
mondókát is tanulhattuk volna, meg rá lehet írni, hogy ki hány centi éppen most a csoportba. Hoztam még egy ilyen tekergetős mondókázit. Ezek a rózsaszínűek, hátul van a fiúk verzió, egyébként meg teljesen vegyes. Erről is megtanulhattuk egy csomó-csomó mondókát. Azt a kérnek a macska 700-nál. És ezen is ilyen kis mondókák vannak. És csalogatónak, csábítónak, itt hagyom ezt a kis füzetkét. Mert ilyet is kap mindenki, aki beiratkozik a könyvtárba, és mit talált is. Elfogadtuk egy-egy ilyet, amire az van ráig vagy baba olvasóknak. Való ilyen kis füzetecske. Én beszeretnék iratkozni. Hát ezt anyáikkal meg kell beszélni. Jó, úgyhogy ezt itt hagyom. Csukjátok csak össze, mert nekem csukjátok. Senki nem lesz. Egy gyorsan. Ez az. Hoztam a csoportnak egy mesekönyvet. Ez itt maradhat nálatok örökbe, majd egy átvételnek szeretnék kérni egy aláírást. Ide nézzétek, csak ráírtuk, hogy mese jára, a Békés megyei könyvtár ajándéka a Tündérke, a Kovoda, Csitek csoportjára. Az a címe, hogy mesélj nekem sárkányokról és ördögökről. Jó lesz? Gondolom alváskor szoktatok mesélni például. Akkor lehet akár ma már ebből mesélni, ha nagyon ügyesek lesztek. Mindenféle klassz. Köszönöm szépen! Nem lehet egy képet csinálni, kózatot csinálni. Kornél. A középen. Fölálltok. És egy liba sorba ide álltok. Ő a kis liba eleje. Egymástól mindenki a kornélnak egy nagy-nagy ölelés. Aztán csináljuk egy közös fotót. Szia, Kornél! Gyertek ide, Boti, tanulják meg! Ó, ide hozzám! Gyertek ide hozzám, aki már megpróbálta, az ide jön! Neked is jár a szerelés, ide jön! Neked is jár a szerelés! Én nem bírok látni! Neked is! Neked is! Neked egy készfogás! Meg egy ölelés! Neked is készfogás! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!